színesen szép a világ. Tisztességem, jó kérdés.
és minden álmom, hogy megláthassam őt. Egész lényem átadom, téd legyen minden gondolatom, az életem rád bízom. Most már a tiéd vagyok, hát hallja meg a föld. Mennyben az angyalok magasztalják őt. És minden álmom, hogy megláthassam őt. Egész lényem átadom, itt legyen minden gondolatom, az életem rád bízom. És kitár kezedet, kérve áll.
dicsérünk-e, drága mennyet. Halleluja! Úgy, akkor leültem és készültem Isten igéjével. Olyan sok minden megfordult a szívemben. De volt egy kérdés, amire kerestem a választ az Isten igéjében. És úgy az fordult meg a szívemben, hogy miért érdemes kereszténynek lenni? Miért érdemes kitartani szentségben és tisztaságban az Úr előtt? Miért érdemes eldobni a te bűneidet? Miért érdemes nap mint nap harcolni, küzdeni? Miért érdemes felkelni, imádkozni, tenni a dolgunkat, főzni, mosni, takarítani, nevelni a gyerekeket, újra leborulni az Úr előtt? És elgondolkodtam ezen, hogy sokszor talán azt gondolja az ember, hogy talán nincs sok értelme ennek az egésznek. Belefáradt. Talán sokszor azt látjuk, hogy elfárad az ember mindabban, amit tesz. Mindabban az odaszántságban, amit az Úr felé fordít. Amikor szembe kell néznem nap mint nap bűnökkel, harcokkal, és vannak csaták, amiket megnyerek, meg vannak csaták, amiket elvesztek. És újra fel kell állni, és újra meg kell erősödni. És újra az Úr elé kell tenni a szívünket. És újra fel kell az életünket oda tenni újra az oltárra. És úgy gondolkodtam ezen a szívemben, és hogy olvastam az Isten igéjét, a Péter második levele, második rész. Péter második levele, második rész, és a negyedik fejezettől fogom olvasni. Így hangzik az Isten igéje. Mert Isten nem kímélte a bűnbe esett angyalokat sem, hanem az alvilág sötét mélységébe taszította őket, hogy őrizetben maradjanak az ítéletig. Nem kímélte meg az ősvilágot sem, hanem csak Noét, az igazság hirdetőjét őrizte meg nyolcad magával, amikor özönvízzel borított el az istentelen világot. Elhambasztotta, pusztulásra ítélte Szodoma és Gomora városát, intő példaként azoknak, akik istentelenül élnek, viszont az igaz Lótot megszabadította, aki szenvedett az elvetemültek kicsapongó viselkedésétől. Mert ez az igaz ember, amikor közöttük lakozott gonosz cselekedeteiket látva és hallva napról napra, gyötörte igaz lelkét. Éppen így meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésből, és a gonoszokat pedig a büntetésük között tudja megtartani az ítélet napjára. Amen. Én azt látom az Isten igéjében, hogy maga az Úr odaáll az igazak mellé. Maga az Úr az Ószövetségben is, amikor elpusztított az ősvilágot Noé idejében, amikor bűnben éltek az emberek, amikor mindenféle kicsapongó életet éltek, Istennek a szeme akkor is körülforgott, és kereste az igaz ember. És rátalált az Isten Noéra. És azt mondta, hogy ő az, akiben merek fektetni. Ő az, akiben fogom újra teremteni az egész mindenséget, az ő családja. Ő az, aki fogja újra vinni, tovább tudja vinni az én nevemet. És Noéra nézett az Isten, és azt mondta, hogy igaz ember.
de voltak körülötte nagyon sok másfél emberek. Voltak olyanok, akik ittak, kicsapongtak, mulatoztak, paráznaságot éltek, és csomó-csomó dolgokban részt vettek. Mi lett a vége ezeknek az embereknek? Halál. Noé kiáltozott nekik, és mondta Noé, hogy térjetek meg, mert az Isten szólt, és eljön a nap, amikor bezárja a bárkának az ajtaját. De ma még van idő, hogy begyere. És csak nevettek, Noé. Lehet, hogy rajtad is vannak, akik nevetnek, amikor azt mondod, hogy gyülekezetbe megyek. De látnod kell az igében, hogy maga az Isten azt mondja, odaállt Noé mellé az Úr. Amen. Odaállt, és azt mondta, hogy az igazat megmentem. Az igazat előhozom, az igazat elrejtem. És hogy a 91. Zsoltár mondja, az ő szárnyaival takar be téged. És hogy mondja az ige, ha megállsz az Isten útján, ha oda teszed a szívedet, az életedet, és ami bűnök vannak benned, azokat leszámolod, kidobod, akkor tart az Isten kegyelme. És hív az Isten a bárkába. És Noé nem csak megmenekült, nem csak kijött arról, abból a helyzetből, nem csak kihozta Noét valahogy az Isten, hanem az ő családja is. Az ő szeretteivel együtt jött Noé. És mit mond az ige? Megmentette mind magát, mind az ő háza népét. Megmentette Noé, mert Noé kitartott. Noé tudta, hogy az Isten beszél neki. És emellett ki kell álljon, ezt végig kell csinálja. És Noé hűségesen csinálta. Nem ingadozott meg Noé, amikor jöttek emberek, és azt mondták, hogy ez nem így van, ezt nem úgy kéne csinálni, hagyd abba. Vannak ilyen tűzoltók is a gyülekezetben, akik, vagy a társaságodban, vagy a családodban, akik ilyen tüzet akarnak oltani, dehogy is úgy van. De Jézus azt mondja neked ma, mint Noénak, figyelj az én hangomra, figyelj az én szavamra, amit én mondok neked. Érem, figyelj. És a Noénak azt mondta az Úr, hogy építsen bárkát, a semmi közepén, Noé elkezdte és építette. Vannak a Bibliában olyan történetek, amikor az ember azt gondolná, hogy érdemes-e igaznak lenni. De ezek alapján a történetek által azt látom, hogy igen. Érdemes igaznak maradni. Érdemes tisztának és szentségben járni. Mert amikor Szodoma meg Gomorra elpusztult, amikor minden elégett, volt valaki, akit az Úr megment. Lótot. Miért hozza ki Isten Lótot? Azt látja, hogy Lót kitart. És amikor jönnek az angyalok, Lót akkor is azt mondja, amikor jönnek az angyalok, hogy gyertek, adok helyet. De voltak emberek, akik meg azért mentek oda, hogy ezekkel háljanak. De Lót inkább kidobta volna a lányait, kidobta volna a gyerekeit, Lót. Csak hogy megmentse, hogy tisztán tartsa az ő vendégeit. De nálad nem egy vendég lakik, maga Jézus. Nálad nem vendégképpen érkezett meg a te Istened. Aki veled van egy hónapig, majd elmegy. Jézus, mint megváltó érkezett a szívedben. És eljön az a nap, amikor Jézus meg fog jelenni. Eljön az a nap, amikor számadással kell odálljunk az Úr elé. És én hiszem és vallom, hogy azon a napon is csak azok, akik szentségben és igazságban élték az életüket, azokat ragadja el az Isten, azokat emeli föl az Úr. És akkor nyilvánvaló lesz, hogy ki mit épített arra az alapra, szénát, szalmát vagy pozdorját. Ki mit épített rá? Te mit építesz arra az alapra, amit az Isten a te életedbe fektetett le? Mit építesz arra, amit az Isten tett az életedben? Mert az a nap nyilvánvalóvá fogja tenni az életedben. És nagyon fontos, hogy akkor, amikor Jézus megjelenik velem együtt, egy szempillantás alatt, ragadjon fel az Isten. Amen. Én ezért jövök. Te ezért jössz, én hiszem, hogy megtörténjen majd ez a pillanat. Ahogy az Isten szeretete, az isteni jelenlét visz fel,
emel fel. És elkezdünk a gyülekezetbe már hétről hétre a szentség és tisztaság. Sokszor csak a gyülekezetekben akarjuk, hogy jöjjön Isten ereje, hogy történjenek csodák, jelek. De elmegyünk amellett, hogy Isten mindig is a szentség és tisztaság mellé áll. Mindig is azt mondta az Isten, hogy oda állok mellé. És vele együtt fog járni az én erőm. Vele együtt fog járni az én dicsőségem. Mert kitartasz, mert megállsz, mert hűséges vagy. Mert szentség és tisztaság vesz körül. Mert az én jelenlétemben laksz. Nem mindenki mehet be abba a jelenlétébe az Istennek. Csak azok, akik megállnak előtte. Hűségesen, tisztán, őszinte szívvel. És azt mondják, nincs mit rejtegetnem, Uram. Itt a szívem, itt az életem. Nincs mit rejtegetnem. Nincsenek titkaim. Nincsenek titkos dolgaim. Egyszerűen ide állok elém. És akarom, hogy gyere, érints, töltsél. Gyere, Uram, és használj. Ha akarsz bejutni az Isten országába, ha akarod, hogy ez az alap, amit az Isten adott az életedbe, az arra tudj mit építeni. Nincs más dolgod. Egyszerűnek maradni, mint egy gyermek. És azt mondani, hogy Uram, mit rejthetnék előtte? Hiszen a szívem minden szándékát tudom. A számon nincs a szó, már te tudod, mi van a szívemben. És én azt látom az Isten igényében, hogy megmenti Isten az igazakat. Tarts ki amellett, hogy az Isten veled jár. Tarts ki amellett, hogy szentségben és tisztaságban éled az életed. Tarts ki amellett, hogy az alapjára jót kell építeni. És én hiszem, mi a jutalmad? Van egy korona, ami eltétetett a számodra. Egy mennyegző, a bárány drága mennyegzője. Ott nem kell már mosni, főzni. Csak imádni Jézust. Csak imádni a te atyádat. És én hiszem, hogy eljön ez a nap, amikor ott leszünk ezen a mennyegzőn. És mindenkinek van egy széke, mindenkinek van egy helye, név szerint, és név szerint ismer az atya. Gyere, Roland, itt foglalj helyet. Ez a te helyed. Én ezt kívánom nektek, hogy ebben az évben ezt vett el a gyülekezetünk. Szentség és tisztaság. És én azt kívánom, hogy tegyük a mi életünket valóban olyan szinten szentség és tisztaságban, és nem ilyen kínlódva, hogy ó, hát most már megint a pásztor arról beszél, hogy el kell valamit hagyjak az életemből. Van egy titka, ha tehetsz meg az Isten jelenlétével, szeretetével, ez úgy szorul ki belőle. Ha tehetsz meg az engedelmességgel, ez úgy pereg le róla. De kell, hogy megtelj. Szeretnék imádkozni. Befejezni azzal az ige szolgálatomat. Csendesedj le az Úr előtt. A te szívedbe. És én azt kérem, hogy úgy csendesedj ma le, mint aki tudja, hogy a te atyád, aki titkon lát téged, az megfizet neked. Úgy csendesedj le, hogy hagyj ma itt mindent. És ne olyan legyél, aki építkezik, majd újra minden szétomlik, megint építkezik. Hiszem, hogy belefáradtál már ebben. Építkezz úgy, hogy az maradjon meg. Építs úgy, hogy az megmarad, meg tudjon maradni. Hogy amikor ránéznek az emberek, azt mondja, ez nem csak építkezik, és minden szétomlik, ez épül. Lehet, hogy csak egy sor tégla van, de épül. Amen. És Isten ezt nézi. Épül, épül és épül. Kicsibe, de az megmarad. És ilyen a mi közösségünk is. Talán kicsi lépéseket teszünk. De amit teszünk, az megáll. És megmarad. Amen. Mennyei Atyám, a Jézus csodálatos nevében köszönöm neked, hogy az ige az, amely megáll egyedül az utolsó napon. Köszönöm, Uram, hogy az ige az, amely tovább visz bennünket a nehézségekbe. Tovább visz bennünket, amikor, Uram, szembe kell néznünk az ellenséggel. És Úr Jézus, a te kedves beszédedre támaszkodom. A te igédre alapozom az én életemet. És kérlek, Uram, hogy ebben a gyülekezetben, hogy ne fáradjunk bele a harcokba, a küzdelmekben. Hagy tudjunk Jézus mindig feltekinteni rád a hitszerzőjére. A békesség hercegére, kélek Szent Szellem, kélek Mennyei Atyám, járj közöttünk, érints meg bennünket,
Erősíts meg, Uram, a mi hitünket, a kitartásunkat. És Uram, tudom, hogy vissza fogsz jönni egy napon. És Atyám, add, hogy készen álljon ebben a kis közösségben minél több ember. Minél többen tudjuk azt mondani, hogy vártuk vissza a vőlegét. A Jézus nevében. Amen. Újra hív az a hang, megalázni magam. Egy gyermek jött felé. Yeah.
vagyok.